67 éves korában elhunyt Szűcs Géza, József Attila és Kossuth Díjas költő, volt kulturális államtitkár, az RMDSZ volt főtitkára. Halálhírét tegnap este közölte a Magyar PEN Klub, amelynek korábban elnöke is volt. Szűcs Géza Marosvásárhelyen született 1953-ban, magyar-orosz szakon szerzett diplomát. Dolgozott az Igazság című napilapnak és az Ellenpontok című szamizdat kiadványnak, utóbbi miatt a Securitate többször letartóztatta. 1985-től a Kolozsvári Irodalomtörténeti és Nyelvészeti Intézet kutatója, 1986-tól Genfben újságíró, 1989-től a Szabad Európa Rádió budapesti irodájának vezetője és a Magyar Napló munkatársa volt. A rendszerváltás után visszatelepült Kolozsvárra, ahol újságot írt és politizálni kezdett. Az RMDSZ főtitkára, illetve szenátora lett, a szövetség politikai alelnökeként is tevékenykedett. 1990. decemberében felszólalt Gyulafehérváron. 72 évvel ezelőtt a Nemzetgyűlés határozatának elfogadásával a román nép az egész civilizált világ előtt ünnepélyes ígéretet tett a nemzeti kisebbségeknek jogaik szavatolására. Éppen ezért december 1-e szimbolikus jelentőséggel bír Románia valamennyi nemzeti kisebbsége számára. Szűcs Géza Erdélyben és Magyarországon egyaránt jelen volt, elnökölte az Erdélyi Híradókönyv és Lapkiadó Kft-t, tagja volt a Magyar Szemle Szerkesztőbizottságának, 2010-től az Orbán kormány kulturális államtitkára, 2011-től a Magyar PEN Klub elnöke, 2012-től haláláig Orbán Viktor magyar miniszterelnök kulturális főtanácsadója volt. Szűcs Géza múlt hónapban koronavírus fertőzéssel került kórházba. Súlyos állapota miatt lélegeztetőgépre került. Kevesebb mint 3 hónappal ezelőtt, augusztus 21-én, míg a Kincsesvárosban, a Kolozsvári Magyar Napokon ünnepelték 67. születésnapját. Mint kiderült, az utolsót. A kolozsvári lelkületről a következő gondolatokat fogalmazta meg. Kolozsvár nagyon hosszú történelmében nagyon sok fényes figura van, akikkel nem nehéz azonosulni. Ugyanakkor a város történelme elég drámai, elég sok szenvedés érte a kolozsváriakat, tehát iszonyú csapások, dúlások, lefejezések, okupációk, és mindeközben búvópatakként adódik tovább valami, amit úgy tudunk meghatározni, vagy talán csak megnevezni, hogy Kolozsvár lelke, lelkülete, és akinek az érzületébe ez beépül, az igazi kolozsvári. Ez természetesen sokféle kolozsváriságot jelent. Áder János magyar köztársasági elnök 2015-ben Kossuth díjjal tüntette ki Szűcs Gézát, az egyetemes magyar irodalmat erdélyi gyökereiből táplálkozó egyedi stílusú művészetével gazdagító költői, írói, alkotó munkája elismeréseként.